Kedves lelkész úr, egy évvel ezelőtt kérde, kérdeztem öntől, hogy nagy szájú, perlekedő, kibírhatatlan természetű asszonyok számára van-e remény? Tud-e mit kezdeni velük Jézus? Mert már nagyon elegem volt abból, hogy folyton csak gyötröm a szeretteimet, de úgy éreztem, képtelen vagyok megváltozni. Lelkész úr válaszában azt mondta, hogy régen szintén nem volt megelégedve a természetével, de Jézus csodát tett, és azt Ké és ezt kész megtenni mindenki életében. Nos, Isten valóban személyválogatás nélkül cselekszik, mert az életem megváltozott, sokkal csendesebb lettem, és meggondolom, hogy visszabeszéljek-e. Már figyelek arra, mit és hogyan mondok ki. Nagyon köszönöm Jézusnak, hogy megváltoztatott, ezért a szeretteim is hálásak. Tisztelettel egy lecsendesedett nézőjük! <tos> <tos> Köszönjük az őszinteséget! Ez mindannyiunknak, mindannyiunknak bátorítás, mert a ke az újjászületés pontosan arról szól, hogy Isten ki akarja cserélni a, a természetünket, és az már jó, hogyha valaki unja a természetét, mert ha nem unod meg, akkor nem akarsz belemenni ebbe az isteni cserébe. De unod, szeretnél más ember lenni, új ember lenni, akkor már is megér megérik a lelkedben az a, a ambíció, az a motiváció, amelynek következében átadod Jézus Kisztusnak magadat, hogy Isten a názerti Jézus Krisztus természetét adja a te természetet helyére, és ebből lesz az új ember. És ezt hogy kell tenni? Az Isten igényének a rendtartása, útmutatása, módszere szerint, és akkor kegyelemből részesedünk mindannyian, ebben hiszünk ez az újjászületésnek a lényege.